Mai videómban egy újabb bőrlágyítási technikával fogunk megismerkedni. Ez szép és gyors bőrlágyítás, anélkül, hogy a bőrt elmosnánk, és nagyon jól működik, főként azért, mert megőrzi a bőr textúráját. Íme a kép, amelyet retusálni fogunk. Természetesen itt is fontos, mint minden bőrlágyítás előtt, hogy a feltűnőbb bőrhibákat, pattanásokat, ráncokat, azokat tüntessük el a megfelelő eredmény érdekében. Ez volt az eredeti kép. Én előzőleg már megtettem a jól megismert technikákkal, hogy eltávolítottam a feltűnőbb bőrhibákat. Ilyen lett, és ezen a képen fogunk mi most bőrlágyítást alkalmazni. Első lépésként kettőzzük meg a háttér réteget a Ctrl-J billentyűk lenyomásával. Most a vezérlősávból a Filter, Blur, Gaussian Blur nevű parancsot nyomjuk meg, és a megjelenő párbeszéd ablakban állítjuk be a megfelelő értéket. Lényeg az, hogy a csúszkát addig húzzuk, amíg az arc el nem kezd kisimulni, és a arcnak az árnyai el nem kezdenek tűnni. Jelen esetben ez a 12,7-es érték teljesen jól néz ki, de ne az OK gombra kattintsuk, hanem a Cancel gombra, de jegyezzük meg ezt a 12,7-es értéket, mert mindjárt hasznát vesszük. Szóval Cancel gombot lenyomjuk, majd ismét a Filter, Other és a High Pass szűrőt válasszuk ki, vagyis az élkiemelés parancsot, és a párbeszéd ablakba írjuk be a Gaussian Blur-nél megadott értéket, vagyis ezt a 12,7-es értéket, és most nyomhatunk egy OK gombot. Egyébként ez a High Pass szűrő úgy viselkedik, mint az Unsharp Mask, vagyis a maszk élettelenítése szűrő, de ezt mindjárt kijavítjuk. Most ismét nyissuk meg a filterből a Gaussian Blur parancsot, hogy egy kicsit életlenebbé tegyük ezt az éles textúra réteget, és most egy kicsit felszámolást végzünk. A 12,7-es értéket, amit előzőleg beállítottunk a High Pass szűrőnél, szorozzuk meg 0,33-mal, vagyis 1/3-mal, és akkor kapjuk ezt a 4,2-es értéket, és most nyomhatunk egy OK gombot. De még nem végeztünk, most meg kell fordítanunk ennek a High Pass rétegnek a színeit. Kétféle módon tehetjük ezt meg. Az egyik lépés, hogyha az Image menüből, az Adjustment-ből kiválasztjuk az Invert parancsot, vagy egy egyszerű billentyű gomb kombinációval is megtehetjük ezt a Ctrl-I lenyomásával, ugyanott lyukadunk ki. A következő lépésként váltsunk a Layers panelre, és változtassuk meg a keverési módot normálról Linear Light-ra. Még mindig nem végeztünk, ezután maradjunk még mindig itt a Layers panelen, és az Opacity értéket állítsuk be 50%-ra nagyjából. Természetesen itt majd még mindig ezt be lehet állítani, de ez az 50% most jelen esetben nagyon jól fog működni. Most pedig orvosoljuk ezt a problémát, hogy ilyen elmosódott az egész kép. Egyszerűen az Alt gombot lenyomva tartva kattintsunk a Layers panel alján található Add Layer Mask ikonra. Ilyenkor egy fekete maszk mögé rejti a High Pass szűrőnek a rétegét. Ezután az előtér színre kell odafigyelni, fontos, hogy ez fehér legyen, hiszen fekete maszkra fogunk festeni. Válasszuk a brush eszközünket, közepes méretű ecset legyen, és igyekezzünk, hogy lágy szélű is legyen. Majd elkezdünk festeni, beállítjuk az ecset méretet, akár rá is közelíthetünk a Ctrl plusz gombok lenyomásával, és elkezdjük átfesteni az arcot, elkezdjük lágyítani. Ilyenkor, ha kis hajszálak is belelógnak a homlokba, érdemes itt az opacity réteget lejjebb venni, mondjuk egy olyan
40-50% közötti értékre, és egy kicsit így átfestjük a hajas részeket, majd feltoljuk ismét az átlátszatlanságot 100%-ra, és haladhatunk tovább. Bőrlágyításnál, mint az előző videómban is mondtam, igyekezzünk kikerülni az arc részletgazdag területeit, úgy, mint a szemöldököt, a szemet, az orrjukakat és az ajkakat is kerüljük el. Szépen átfestjük a bőrt kicsit, és az ecset mérettel lehet játszani, és még fontos, hogy az arc kontúr vonalait se nagyon fessük át, mert akkor az egész képünk nagyon elmosódottá fog válni. Szépen átfestjük. Beállítjuk a megfelelő ecset méretet itt is. Az ilyen kis finomabb részeknél, orr alatt, kulcsont kilógó részek. És annak érdekében, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy nem hagytunk el ki egyetlen területet sem, váltsunk a Layers panelre, és a Alt billentyűt lenyomva tartva kattintsunk a felső réteghez tartozó rétegmaszk bélyek képére. És ilyenkor a fekete részek jelzik, hogy melyek azok a területek, amelyeket nem festettünk át. Jelen esetben nekem kimaradt itt a homloknál egy kis rész, itt az orrnál, orrnyeregnél, kicsit az arcnál, kicsit itt mehet. Úgy, és megint megnyomjuk az Alt gombot, bélyegképre kattintunk, és visszakaptuk a fényképünket. Ezzel végeztünk is. Természetesen itt a Layers panelen az átlátszatlansággal lehet játszani. Kíváncsiságból én most feltalom 100%-ra, ráközelítek, és ekkor lehet látni, hogy a bőrt nagyon kisimítottuk, lágyítottuk, szinte már műanyagszerűvé vált az egész, ezért érdemes visszavenni az opacity-ből. Ugye 50%-ból indultunk, de én szerintem még lejjebb veszem, egy 40-41%-ra, hogy természetesebb legyen az összhatás. És ezzel végeztünk is. Ilyen volt, és ilyen lett.